Megint többen dolgoznak Magyarországon és a megyében is, ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb május-júliusi adataiból. A KSH most közzétett számai alapján a vizsgált időszakban 4.518.000-en voltak állásban, ami 34.000-rel több mint egy évvel korábban. Közben a regisztrált munkanélküliek száma tovább csökkent, ők már csak 158.000-en voltak, a munkanélküliségi ráta pedig 3,4% volt a KSH szerint. És akkor nézzük a számok nyelvén a hazai foglalkoztatást régiókra lebontva. Szokás szerint Nyugat-Dunántúlon volt a legkevesebb munkanélküli júliusban. Itt 13.169-en nem dolgoztak, ezen belül pedig Győr-Moson-Sopron megyében mindössze 3.041 munkanélküli volt az év hetedik hónapjában. A legtöbb nem dolgozó az észak-alföldi régióban volt a számok szerint, ott 64.000-nél is többen nem voltak állásban. A pályakezdő munkanélküliek tekintetében is Nyugat-Dunántúl viszi a prímet, mindössze 947 állás nélkül lévővel, itt szintén az észak-alföld a negatív pólus. Sok új munkahelyet is bejelentettek júliusban Magyarországon, összesen 14.600-at, de ebben a tekintetben Közép-Magyarország a nyerő régió. Ott 4582 új álláshelyet jelentettek a munkáltatók. Komolyabb csoportos létszámleépítés, vagyis gyárbezárás nem történt júliusban idehaza. Az adatok szerint mindössze 97 embert küldtek el állásából, de Nyugat-Dunántúlon egyet sem. Sok a betöltetlen álláshely is a munkaerőhiány miatt, közel 76.000 pozícióban nem találtak embert, régiónkban pedig 7191 hely várt betöltésre júliusban.